Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 26-áig. Február 20-án új hold van. Erről készítettem egy külön videót, ahol elmondom azt, hogy mi várható ezen a napon, de így röviden azért összefoglalnám. Ez az új hold azt jelenti, légy visszahúzódó, meditálj valami felett. A téma jelenleg az, hogy tudnád megvalósítani az ötleteidet, a terveidet. Ebben segít Szaturnusz bolygó, hiszen ez az új hold 20-án egy konjunkciót képez Szaturnusz bolygóval, és az azt jelenti, hogy együtt hatnak. Az új hold jelenti a terveket, a meditációt, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez megvalósuljon. Ez az új hold az indiai asztrológia szerint a Satapisha holdházban van. Erről is beszámoltam ebben az új hold jóslás videóban, mit jelent ez a Satapisha holdház. 21-én a hold eléri Neptun bolygót, itt álmokról van szó, vagy az intuícióról, az inspirációról. 22-én a hold eléri Vénusz bolygót, utána Jupiter bolygót, ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén. 24-én a hold eléri a felfele mozgó kármikus csomót, és ez jelenti a változásokat. Különösen a férfiaknál, mert ez a hold-uránusz kapcsolat ugyanazon a fokon van, ahol Mars bolygó. Kihat a férfiakra, ez egy jó kapcsolat, itt lesz egy jó változás. 25-én a hold eléri Uránusz bolygót, ami szintén a változásokra utal, nem csak a férfiaknál, hanem nálunk, hölgyeknél is. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt mindhárom képen az arany érméről van szó. Az jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de az értékeket is. Hogy mi vagy ki értékes számára, mert ez a férfi megáll egy pillanatra, odafigyel erre az arany érmére, és elgondolkozik azon, hogy hogyan tovább, ami a munkát, a hivatást illeti, hogy tudná rendezni az anyagi dolgokat, és azon is, hogy mi vagy ki értékes számára. Itt megjelensz a közelében, mint egy királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, tehát te értékes vagy számára, itt elfoglalod a helyedet az ő szívében, lelkében is, és kimutatod az érzelmeidet. Itt lesz egy lehetőség, hiszen ez a kéz átnyújtja számotokra ezt az arany érmét. Ez lehet egy nyereség, de lehet egy munkahelyi változás is. Itt vannak a lehetőségek, és itt lesz egy új kezdet. Ez a szerelem kettőtök között, az is, hogy te kimutatod az érzelmeidet, erőt ad mindkettőtök számára. Ez jelenti a belső erőt, a hitet is. Itt a hold jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de szimbolizálja az anyukát is. És itt a képen látható a munkahely,
itt sok munka van, vannak még kihívások, ami itt középen látható. Ez lehet félreértés, lehetnek viták, veszekedések, vagy a munkahelyen, vagy az anyukával. Tehát itt családi kapcsolatokról van akkor szó. Miért van ez így? Mert itt látható, hogy igazságtalanságok történnek. Az egyiknek nagyon sok a pénze, a másik kap ebből valamit, a harmadik semmit sem kap. Ez nem csak a pénzt jelenti, hanem az elismeréseket is. És itt vannak a munkahelyi korlátozások, vagy nálad, vagy nálam. Az is lehet, hogy mindkettőtöknél. Itt ez a kártya jelenti a megújulásokat, itt lesznek változások, de jelentheti az igazságtalanságokat is, ugyanúgy, mint itt. És itt a közelben megjelenik a tolvaj. Ez jelentheti azt, hogy valaki ellop tőletek valamit, pénzt, vagy az idődet rabolja, vagy rabolja az energiádat, akkor a tolvajnak itt nincs jó jelentése, és óvatosnak kell lenni. De a tolvaj tud segíteni is, hiszen a tolvaj el tudja a negatív kártyákat, ezt a helyzetet távolítani, és akkor lesz egy új kezdet, lesznek változások, javul a helyzet. Itt látható még ez a korlátozás, különösen ami a munkahelyet illeti, itt vannak az igazságtalanságok. Ez a kép elmagyarázza azt, hogy miért van ez így, hiszen látható, hogy te jól dolgozol, olyan vagy, mint egy mester, és mindenki csodálja azt, amit teszel. De nem kapod meg az elismerést, hanem így mások figyelgetnek téged, ellopják az ötleteidet, vagy úgy bánnak veled, minthogyha te egy diák lennél, tehát kicsinyítenek téged, és emiatt te ezt úgy érzed, hogy igazságtalanságok történnek veled, ami itt ahhoz vezet, hogy nem tudod hogyan tovább, hogy védjed magad, hiszen itt vannak csalódások, de mint mondtam, a tolvaj el tudja ezeket a kártyákat lopni, el tudja távolítani, és akkor javul a helyzet. Sőt, itt látható, hogy kezedbe veszed ezt a kardot, elvágsz valamit, az is lehet, hogy elbúcsúzol ettől a munkahelytől, és a másik kezedben ott van ez a bót, egy új irány, egy új lehetőség, ami lelkesít téged, esetleg a párodat, hiszen ez a férfi itt megjelenik, mint egy király, megvan ez a tartása, védi magát, kimondja a véleményét, és keres egy új irányt, keres egy új lehetőséget, hiszen itt van a kezében a bot, itt is megjelenik, ami jelenti a cselekvéseket. Tehát ő nem fogja tűrni azt, hogy mások így bánjanak vele. Itt vagy az anyukájáról van szó, vagy a munkahelyéről, vagy mindkettőről. Ami viszont szerencsét hoz, az a szerelem. Ez adja számotokra itt az erőt, látható ez a szerelmes pár, ti összetartoztok, itt lesz egy közeledés, itt lesz egy találkozás, és itt ez a kártya jelenti ezt az örömteli eseményt, esetleg egy ünnepséget, egy meghívást, és kiléptek ebből a szűkös helyzetből. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, mint egy királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. Ez jelenti a könnyűséget, a döntéseket, a kommunikációt. Itt, mint egy királynő, ahol uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti itt ezt a szerelmet, a te érzelmeidet, hiszen te ezt kimutatod,
ő is, hiszen itt látható, hogy egymásra odafigyeltek. Ez a férfi itt látható, mint egy király, aki uralkodik a tűz eleme felett, jelenti az ő bátorságát, az ő lelkesedését. Azt is, hogy itt van köztetek a szerelem és egy szenvedélyes párkapcsolat. És ez volt a heti jóslás. Köszönöm a figyelmetet, és kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!